És nagyon tiszteleteljesen kérdezem, hol voltak önök 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben és 2010 elején? Azért kérdem, mert mondanék két adatot. A lakosság devizahitel állománya 2002 második negyedévében, tehát az első Orbán kormány tevékenységének utolsó hónapjaiban 216 milliárd forint volt. 2010 második negyedévében, tehát a második Orbán kormány tevékenységének első napjaiban viszont már elérte a 7233 milliárd forintot. Ez több mint 33-szoros növekedés. Miről beszélünk? Most én értem, hogy mindenfajta kérdéseket felvet abban az ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani. Itt volt az idő. Ennyi év volt ennek megoldására. Tehetetlenül nézték, hogy ez a probléma egy probléma halmazzá növekedjen. Mi egy olyan megoldást javaslunk, és egy olyan megoldás született, ahol az adósok, az állami és a hitelezetek között egy tehermegosztás van. És ebből a bankok is kiveszik részüket. Ugye említette a rögzített árfolyamot. A rögzített árfolyam, az egy, ugye a különbözet, az egy elkülönített számlán van, ami után kamatot számolnak. Itt a 3 hónapos magyar bankközi kamatlábról van szó, ami alacsonyabb egyébként a piaci kamatnál, ezen tehát a bankoknak nem keletkezik haszna. A gyűjtőszámlán, ugye a halmozódó forrásokhoz és a gyűjtőszámlának az egyenlegéhez 2015. január 1-e után lehet hozzáférni, addig ehhez a pénzhez a bankok nem tudnak hozzáférni. Harmadrészt említeném azt, hogy a gyűjtőszámlán lévő egyenlegér a az állam 100%-os készfizetői kezességet vállal, mindezt teszi garancia díj ellenében, a garancia díj nyilvánvalóan tehervállalás a bankok számára. Negyedrészt pedig, amikor a hitelintézetek a nemzeti eszközkezelő felé értékesítik az adott ingatlant, azokat az eszközkezelő diszkont áron, ha úgy tetszik nyomott áron vásárolja meg, ami szintén teher átvállalás jelent a bankok számára. Ugyanakkor azok a megoldások, amiket a kormány kidolgozott és amivel képes volt megállapodni a bankszövetségben, azok az árfolyamrögzítés miatt előnyöket szolgálnak azok számára, akiknek jelen pillanatban az árfolyam ingadozás problémát okoz. Azok, akik már korábban is említettem, lakásukat eladva egy kisebb, olcsóbb lakásba szeretnének költözni, és 90 napon túli késedelemben állnak, itt egy kamattámogatás nyújt segítséget, és azok, akik tartósan fizetésképtelenek, ebben az esetben pedig az eszközkezelő megvásárolja a banktól, ahogy említettem, nyomott és diszkont áron, a szociális alapon jogosult adósok ingatlanát, majd bérbe adja azt az eredeti tulajdonosnak. Annak érdekében, hogy ez az egész folyamat tervezetten és szabályozottan menjen végbe, a kormány feloldja a kilakoltatási moratóriumot, egyúttal kilakoltatási kvóta rendszert vezet be. 2011. július 1 és 2011. szeptember 30 között kizárólag a magas értékű ingatlanok árverezhetők el, később persze a kvóták belépnek. Nos, tisztelt képviselő úr, ez a megállapodás nem arról szól, hogy ki kit győz le, hanem arról, hogy miként lehet kezelni piackonform módon a terhek megosztásával azt a problémát, amit önök ránk örökül hagytak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem, képviselő úr, elfogadja az államtitkár úr válaszát. Köszönöm, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak részei a válaszának, amit tényszerűen el kell, hogy fogadjak. Ugyanis államtitkár úr beismerő vallomást tett, hogy előbb oldják fel a kilakoltatási tilalmat, mint ahogy megoldanák az elhelyezést. Nem tudom, mi lesz azzal a több ezer családdal fél évig, akinek a házát el fogják árverezni, és nem tudja, hogy hova fog utána költözni. Tehát ezt a részét még akár el is fogadhatnám. A hitelállományról azért valamit hadd mondjak. Az önök volt pénzügyminisztere, Járai Zsigmond volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke akkor, és az ő kötelessége lett volna, hogy a Nemzeti Bank részéről interveniáljon, és felhívja a figyelmet a deviza hitelek arányának a növelésére. A másik hazudott államtitkár úr, amikor azt mondta, hogy üresen vették át a kasszát. Ott volt az az 500 milliárd forint, amit az eszközkezelőre kellett volna fordítani. A Bajnai kormány által megtakarított 500 milliárdot nyomták el a MOL-ra. Nem tudom a választ elfogadni.
Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az államtitkári választ? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 179 igen, 96 nem, 0 tartózkodó szavazattal az államtitkári választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az interpellációkra szánható idő lejárt. Tájékoztatom önöket, hogy Lázár János frakcióvezető úr a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja nevében tárgyalási szünet elrendelése iránti házszabályszerű kérelmet nyújtott be. Ennek megfelelően 16 óra 30 percig tárgyalási szünetet rendelek el.